a központjától mintegy három kilométerre fekvő fényes fürdő egy közel 30 hektáros természetvédelmi területen fekszik, ami nem csak egyedülálló, de számtalan látnivalót és lehetőséget rejt magában. Az idei szezontól a fürdőt a Tatai Városkapu ZRT üzemelteti. Sok minden változott, nem tudom, hogy a tataiak tudják-e, hogy 103 évvel ezelőtt volt itt először fürdő, és most reméljük, hogy egy új fejezet kezdődött a fényes fürdő életében, egyrészt azért, mert szinte a június és i strandnyitással egy időben olvad be a Fényes Fürdő Kft. a Tatai Városkapu közhasznú ZRT-be. Tehát létrejött egy fúzió, és most innentől kezdve az a stáb, amelyik a Magyar Zoltán Központot, az Új Kajakházat, az Angol Kertet, vagy a Fényes működteti, az a szakmai stáb fogja a Fényes Fürdőt is működtetni. Ennek az az oka, hogy reméljük, hogy mi a közel tíz éves tapasztalatainkat, amit a turisztika területén, vagy a lakosságot kiszolgáló szabadidős tevékenységek területén felhalmoztunk, így a fényes fürdőnek a javára is tudjuk fordítani. Azt reméljük, hogy nem csak strandol jönnek ide az emberek, hanem találnak majd olyan programokat és olyan szabadidős tevékenységek lehetőségét, ami egyébként érdemes arra, hogy felkerekedjen egy család és ide jöjjön. Nagyon sok új dolog jött létre a környéken, akár a tanösvényt veszük, akár az általérvölgyi kerékpárutat, és mi bízunk abban, hogy ezt mi ki tudjuk egészíteni olyan szolgáltatásokkal, ami majd tényleg a gyerekek, a fiatalok, vagy a családok, vagy akár az időseknek a javára fog válni. Megnyitott a strand elsejével, bízunk abban, hogy jó idő lesz, és, abban is, hogy akik ide kilátogatnak, azok majd észreveszik azokat a változásokat, ami miatt ez a fúzió létrejött két városi gazdasági társaság között. Már keressük annak a lehetőségét, hogy milyen programok legyenek. Ez egy komoly beruházást is jelent, hiszen azért először le kell tenni az asztalra dolgokat, de bízunk abban, hogy magának a strandnak a működését is biztonságosabbá tesszük, a fényes fürdő tisztább lesz, jobbak lesznek a, a kiszolgáló egységek majd, és reméljük, hogy jó idő is megjön hozzá előbb-utóbb. Négy medencénk van egyébként, vagy eddig is, új medencét még nem sikerült építenünk, de nyilván a fényes forrásvidéknek, ahol most a fényes fürdő és a fényes tanösvény található, ki szeretnénk alakítani egy hosszabb távú jövőképet, és lépésről lépésre dolgozni azért, mert ez egy egyedülálló természetvédelmi terület, tehát ide akkor is érdemes eljönni egyébként, amikor nincsen strandidő, mert akkor is sok látnivaló van. És bízunk abban, hogy lesznek olyan közösségek, akik ezt majd igénybe is fogják venni. A fürdő az időjárás függvényében természetesen egészen augusztus végéig várja a látogatókat.